150 milliárd fiktív kötvényt gyanít az MNB a Questor csoportnál. Purimot tartott az új alakult zsidó hitközség Gyöngyöse. Kerekítő foglalkozás kicsiknek a Mátra Művelődési Központban. Jó estét kívánok! Ez az aktuális március 10-én, már is jönnek a részletek. Részlegesen felfüggesztette a Questor csoport kereskedelmi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank. Korábban a társaság közleményében még azt írta, a Budakes botrány után megrendült az ügyfelek bizalma a pénzügyi szolgáltatók felé. Az MNB szerint viszont a cégcsoport 150 milliárd forintnyi fiktív kötvényt adhatott el. A szabálytalanságokra egy ellenőrzésen bukkantak rá. Öncsődöt jelentett a Questor csoport. A Budakes brokerházban történt visszaélések és bűncselekmények miatt a pénzügyi szolgáltatók iránti bizalom kritikusan megrendült. Itt a Questornál az ügyfelek akkora mennyiségű kötvényt kívántak értékesíteni, amely meghaladja a csoport likvid pénzügyi eszközeit. A társaság közleményében mindenkit megnyugtat, hogy a cégcsoportnak van vagyona, így mindenki megkapja a pénzét. Országszerte sorok alakultak ki a Questor irodái előtt, Gyöngyösen azonban ma ennek nem sok jelét láttuk, csupán egy-két ügyfél tért be a fiókba. Ez a hölgy azt kérte, nem mutassuk az arcát. Azt mondják, hogy sebbet ennyi, se kibennyi. Nem lehet egyelőre. A Budakes botrány után ellenőrzésen esett át a Questor is, ekkor a jegybank szabálytalanságokat észlelt, ezért függesztette fel részlegesen a társaság kereskedelmi engedélyét, és felügyeleti biztost rendelt ki a csoporthoz. A Magyar Nemzeti Bank szerint a cégcsoport mintegy 150 milliárdnyi fiktív kötvényt adhatott el. A Questor ezt megelőzően közleményében azt írta, a Budakes botrány olyan pánikot okozott az értékpapírpiacon, amely lehetetlenné tette a piac működését. Hozzátették, a kötvények forgalmazójánál vezetett ügyfélszámlákon az ügyfelek részvényei és állampapírjai továbbra is rendelkezésre állnak, de a kötvények visszafizetése jelenleg nem lehetséges. A társasághoz betérő ügyfelek azt mondták, hogy egy közleményt kaptak készhez, amelyből az öncsődről tájékoztatják őket. Az ügyfelek pénzügyi szolgáltatókba vetett bizalma valóban megingott. Én mondtam különben, hogy egy fél évre teszem, tovább nem, mert nem bízok benne. A közlemény szerint a Questor csoport a kötvények visszafizetéséhez szükséges pénz előteremtése érdekében az államtól vár segítséget. Közben a Budakeshez köthető DRB bankcsoport ügyfeleinek kártalanítása már folyamatban van. Az Országos Betétbiztosítási Alap ma elindította az utalásokat, közel 83 ezer betétest kártalanítanak. Az MNB az elmúlt két hétben több pénzügyi céget is lekapcsolt. Február végén derült ki, hogy a Budakes brokerház bankjaival együtt közel 90 milliárd forinttal nem tud elszámolni. Március elején a Hungária Értékpapír ZRT tevékenységi engedélyét függesztették fel, tegnap pedig már a Questornál bukkantak szabálytalanságokra. Az üggyel kapcsolatban kerestük a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét, ám adásunkig nem sikerült elérnünk. A Budakes és a Questor befektetőit a BEVA, vagyis a Befektetővédelmi Alap akkor kártalaníthatja legfeljebb 6 millió forintig, ha a cég pénzé teszi befektetéseit. Katasztrófavédelmi felkészítést tartottak a térség polgármestereinek, jegyzőinek és a közigazgatási szervek vezetőinek a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség szakemberei. A települések vezetői tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgárvédelmi feladatokról kaptak tájékoztatást. A polgármestereknek és a jegyzőknek összevont felkészítést tartottak a közigazgatási szervek vezetőivel a védelemigazgatási feladatokról. Felkészítést minden évben tartanak az önkormányzatoknál, mondta a kirendeltségvezető. Bejáráskor, ellenőrzéskor, egyeztetésekkor szoktunk erre sort keríteni, de mivel a jogszabály előírja azt is, hogy ne csak az 1-es és 2-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken tartsuk meg ezt a felkészítést, hanem ciklusonként legalább egyszer a 3-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken, így úgy döntöttünk, hogy a mai napon egy ilyen összevont felkészítést fogunk végrehajtani. A jogszabályokban meghatározott feladatokat, a védelemigazgatáshoz tartozó teendőket is elemezték. Szó esik egyébként a mi szakmánkon belül a települések tűzvédelmi helyzetéről, de beszélünk a települések iparbiztonsági feladatairól, nyilván polgárvédelmi feladatairól is, ez a három ugye fő területünk. Külső előadók a települések honvédelmi, vízkárelhárítási feladatairól tartottak előadást.
Ideje van a vigasságnak, főképp az Eszter böjtje utáni napon, Ádárhó 14. napján. Fél évszázad után tartott ismét Purimot az újjáalakult gyöngyösi zsidó hitközség. A zsinagóga átvétele előtt alkalmait a Malométteremben tartó hitközség idei első ünnepi rendezvényén nem csupán a hitközség tagjai jelentek meg, hanem több helyi politikus és közéleti személy is meghívást kapott. A Purim, a zsidó farsang, neve a sorsvetést jelentő Púr szóból ered. Az Eszter könyvében szereplő perzsa főminiszter Hámán így választotta ki azt az időpontot, amikor ki akarja irtani a zsidókat. Ennek emlékére húznak ilyenkor tombolát. Maga az ünnep pedig a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmenekülésére emlékeztet, és a diaszpórában élő zsidóság összetartozásának kifejezője. A zsinagógákban ilyenkor a teljes Eszter könyvét felolvassák. Rabnóti Zoltán, a Gyöngyösre másfél évtizede lejáró rabbi is ennek jegyében mutatta be a könyvet tartalmazó tóratekercset. Az a szokás van a zsidó közösségekben, hogy Purimkor is egy picit elrejtjük a dolgokat. Azaz, ezért rejtezünk állarc mögé, ezért eszünk például Hámán fülét, vagy Hámentásent, ami ugye kívül van a lényegtelen tész, amit mindenki utál, és aki nézi a Lizát, látja, Liza mit csinál, fogja a mutatóját, beletúr a Hámántól között, és kieszi a lekvárt belőle. Ez itt a Hámán füle, az egyik jellegzetes purimi étel. De a Purimhoz hozzátartozik a kóser ételekből készült lakoma, a tánc, a zene és a vigasság is. Ám Weiss Péter szerint soha nem szabad megfeledkezni a Purimkor elvárt kötelességekről sem. Ezen az ünnepen illik slachmón, ezt a héberül sütemény ajándékot vinni a másiknak. Nagyon fontos a jó parancs cselekedet, a micva kötelezettsége, tehát ilyenkor a szegény mellett nem lehet elmenni, segíteni kell. Ezek olyan tradíciók, amelyek évszázadok alatt és évezredek alatt folyamatosan megmaradtak a szokásban. Purimkor a rabbik előírását követve megengedett az alkohol fogyasztása is, de csak addig a pontig, amíg különbséget tudnak tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordehály neve között. Purim után azonban folytatódik a hétköznapok munkája a gyöngyösi hitközségben is. Készülnek a Pészachra, a visszakapott zsinagógában pedig kiállításokat és előadásokat szeretnének rendezni. Június 7-én mártír ünnepet tartanak, és tervezik egy Richter hagyaték bemutatását. Gyöngyösen az Autista Segítő Központban forgatott klippet Srot Péter. Az énekes dalszerző 2012-ben bejutott az egyik tehetségkutató dalverseny legjobbjai közé, és az év rock hangjává választották. A forgatás helyszínéül azért választották az ASK-t, mert legutóbbi dala az Angyalokkal játszó is az autizmusról szól. Rendhagyó eseménynek adott otthont a Ferences Rendházban működő Autista Segítő Központ. Srot Péter a Voice tehetségkutató dalverseny egykori sztárja ugyanis itt forgatott klippet legújabb dalához, ami az autizmusról szól. Ezzel is felhívni a figyelmet erre az autizmussal élők életére, illetve hát bemutatni egy picit, hogy tulajdonképpen ez nem egy betegség, csak egy állapot, és igazából, hogy ez teljesen hétköznapilag is lehet kezelni ezt az egész dolgot. A szöveget Fekete Tíme, a színésznő írta Hajdú Zsuzsával, de hogy ez a dal megszületett, az egyáltalán nem a véletlen műve, ugyanis a dalszerző kisfiánál is autizmus spektrum zavar diagnosztizáltak. Férjemmel azt beszéltük, hogy abszolút bevállaljuk ezt, és pontosan ezt, hogy ezzel is, hogy ez tényleg nem válogat ez a nem betegség állapot, hanem bárkit utolérhet, és igen, küzdeni kell, fel kell venni a kesztyűt, és megmutatni, hogy autizmust azért le lehet gyűrni, ha nem szüntetni meg, de azért gyűrögetni lefelé lehet. A dal a gyerekek szemszögéből mutatja be az autizmust, vagyis úgy, mintha ők mesélnék el azt az állapotot, amiben élnek. Ezzel együtt az előadók törekedtek arra, hogy a dalnak ne legyen szomorú kicsengése. Az a helyzet, hogy hallgattam a világban, szétnéztem azért, hogy autizmusról biztos született, mert dal született. Mindegyik lassú, szomorú, és ilyen nagyon szívhez szóló, nagyon megérintős. Ez meg egy pörgős, igazából ilyen játékos dal, és a lehető legjobban mutatja be szerintem az ő világukat. A Timi tollán keresztül kvázi, és a hangunkok keresztül. A szerzők szerették volna, hogy az Angyalokkal játszó című dal indulhasson az Eurovíziós Dalfesztiválon is, de nem került be az első 30-ba.
Ezzel ellentétben például Finnországban egy teljes egészében Down-szindrómásokból álló csapat kapott lehetőséget, hogy elinduljon a nemzetközi fesztiválon Ausztriában. Kerekítő foglalkozás indult a megyében először Gyöngyösen a Mátra Művelődési Központban. A Kerekítő országos pedagógiai kezdeményezés, mely a népi eredetű és ma is közkedvelt ölbeli játékok felevelenítésére jött létre. A 4 évesnél fiatalabb kisgyermekek számára tartott foglalkozás egyfajta óvodai előkészítőként is funkcionál. Élő hangszerjáték, népi hangkeltő eszközök, népi ölbeli játékok. Kerekítő baba-mama foglalkozást tartottak a művelődési központban. Kovács Zoltán néha járságban évek óta tart már ehhez hasonló óvoda előkészítőket. Mostantól a Gyöngyösön és környékén élő kismamák is kipróbálhatják gyermekeikkel együtt. 0-4 éves korú gyermekeket várunk, egész picurkák is vannak, van rá példa, 2 hónapos babánk is van másik településeken. Kizárólag népi anyaggal dolgozik, népi mondókát, népi hangszereket, hangkeltő eszközöket használ, elvarázsolva a babák ritmusérzékét, zenei érzékét fejlesztve, anyukák tudását bővítve. Úgyhogy bízunk benne, hogy majd így Gyöngyösön is értő, szerető fülekre talál, mint sok más településen. A kicsiket sokféle inger éri ezeken a foglalkozásokon, és a ritmusérzékük is fejlődik. Varga Katalin egy közösségi portálon értesült erről a lehetőségről Gyöngyösön. Azt mondja, korábban is részt vettek már hasonló fejlesztő órákon. Nagyon tetszett a zenéje, a mondókák, hogy olyan jó kis ritmusos, és a picik is nagyon szerették. Van egy nagyobb kislányom, ő bele is jártam már. A fiatal anyuka szerint óvoda előtt mindenképpen szükség van arra, hogy közösségbe szoktassák a gyerekeket, és ez a foglalkozás megfelelő erre. Otthon is éneklik a kicsik. Otthon is igénylik azt, hogy ezt énekeljük, hogy mondókázzunk, hogy tapsikáljunk, és nagyon szívesen csinálják, nagyon szívesen. Úgyhogy mindenkinek ajánlom csak, hogyha tud, akkor próbálja ki, és utána meglátja, hogy az ő gyereke azt fogja szeretni, vagy nem. Nagyon szeretik ezt a közösséget, és óvoda előtt mindenképpen nagyon jó egy kis beszoktatás jellegű. Aki kedvet kapott és szeretné gyermekét ilyen módon fejleszteni, az minden héten csütörtökön megteheti a Mátra Művelődési Központban. A Gyöngyösi Városi Sportcsarnokban rendezték az U13-as és U15-ös korosztályok számára kiírt futszál megyei bajnokság döntőjét. Mindkét korcsoportban a hazai sportolók voltak az esélyesek a továbbjutásra. Az U13-ban az Energia, az U15-ben a Gyak vitte a prímet. Rengeteget dolgoztunk ezért a gyerkőcökkel, ugye a hetente egy edzésünk volt itt a csarnokban, minden gyerek itt volt az edzéseken, vevők az új dologra, ugye mert ebből a csapatból 7 gyerek volt összesen, aki eddig futszalozott, tehát a 16 gyerekből 7 játékos volt, aki tisztában volt a szabályokkal, meg az alapokkal. Nagyon erős csapatok vannak már egy középdöntő szintjén is, megpróbáljuk felvenni velük a versenyt, mi úgy gondolom ezek után már csak nyerhetünk, pozitívan jöhetünk ki ebből a dologból. A középdöntőbe jutásért az Energia U13-as csapata az Eger ellen vívta meg csatáját. A középdöntőbe való jutásért megy a küzdelem. Annak az az érdekessége, hogy az egyik 2 csoport volt az U13-ban. Az egyik csoport győztese az Energia lett, a másik csoport győztese a Pluto, az Egri Pluto, viszont a 2. helyzet is az Energia lett és az Egri Pluto. Úgyhogy a 2 Energia csapata egymás ellen játszik a döntőbe való jutásért, és a Pluto a csapata is saját magukkal játszanak. Úgyhogy valószínű, hogy az Energia és maga a Pluto is döntős lesz. Hát nagyon nehéz dolgunk van ugye itt a játékos vándorlások miatt, de ez egy másik téma. Általában azért ott vagyunk a hál' Istennek a középdöntőkig, eljutunk minden korosztállyal. Most nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen a Pluto tényleg egy egységes jó csapat, most csatlakoztak a futszalhoz, tehát eddig csak nagypályán ismertük őket. Az Energia a fináléban az Egri Pluto ellen alaposan megmutatta erőfölényét, és magabiztos 5-1 arányú győzelemmel továbbjutott. Az U15-ös Gyak és az U13-as Energia fiataljai a középdöntőben elképzelhető, hogy újra hazai környezetben játszhatnak majd az országos döntőbe jutás reményében.
Ismét drágul az üzemanyag. A MOL szerdán 4 forinttal emeli a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Így a benzin átlagára 362, a gázolajé pedig 374 forintra nő. Az autósok 15-25 forintos árkülönbségeket is tapasztalhatnak a kutaknál. Pénzt követel az MNB a Budakes ügyfeleitől. A jegybank által kirendelt felügyeleti biztos keddig adott határidőt a Budakes ügyfeleinek arra, hogy befizessék a svájci frank árfolyam változásán elszenvedett veszteségüket, számol be a Világgazdaság. Azoktól a kliensektől kérik eredeti megtakarításuk sokszorosát, akik január 15-én a svájci frank árfolyamának stagnálására vagy enyhe gyengülésére fogadtak. Most pedig nézzük, hogyan alakultak ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 394, a MOL 11.900, az OTP 4.590, a Richter 3.738 forintba került. Egy órával a zárás előtt a hivatalos tőzsdeindex, a BUX 18.436 ponton állt. Jönnek a legfontosabbak még egyszer, röviden. €150 milliárd fiktív kötvényt gyanít az MNB a Questor csoportnál. Purimot tartott az újjáalakult zsidó hitközség Gyöngyösen. Kerekítő foglalkozás kicsiknek a Mátra művelődési központban. Ez volt az aktuális kedden, legközelebb holnap jövünk majd friss hírekkel a szokott időpontban, addig elolvashatják beszámolóinkat a www.gyongyostv.hu oldalon is. Minden jót, a viszontlátásra!